Az egyik legegyszerűbb feladat, amit bárki tud próbálni, az egy gyors úszásos feladat, amiben nem minden harmadik kartempónál veszünk levegőt, hanem például minden ötödik, hetedik, kilencedik, esetleg tizenharmadiknál, és ezt megpróbáljuk minél hosszabb időn keresztül folyamatosan csinálni. Tulajdonképpen a mély merülés is úszás, csak ugye mi nem vízszintesen úszunk, hanem igen, vertikálisan, függőlegesen. Nagyon jó alapja a szabadtúszós mély merülésnek, hogyha valaki előtte úszó volt, illetve az én esetemben én ugye szinkron úszó voltam, úgyhogy ez megalapozta tulajdonképpen a vízzel való kapcsolatomat, meg az edzéssel is a kapcsolatomat. A Suzuki meglepett egy saját rendszámtáblával, amikor megkaptam ezt a viterát, és ugye a Blue 102, azért Blue, mert ugye kék a kocsi és a tenger is kék, illetve a Vertical Blue versenyen merültem meg ezt a világrekordot, és 102, mert 102 méter mélyre merültem. Úszás után a nap további részében pedig a nagymamáimmal fogok találkozni, elmegyünk egyet ebédelni, és sétálni fogunk a Dunaparton. Tartsatok velem ezen a napon!